Számítani lehetett arra, hogy nehéz meccs vár a Cápákra a Vasas ellen, és ez be is igazolódott a Pasaréten játszott mérkőzésen. A szép számú vendégszurkoló előtt pályára lépő nyíregyháziak kezdtek jobban, az első negyedet 24-17-re nyerte a Blue Sharks. A második 10 percben fordított a házigazda, így a piros-kékek két pontos vezetéssel mehettek pihenőre. A harmadik negyedben újabb két pontot tett hozzá előnyéhez a Vasas, de teljesen nyílt volt a mérkőzés. Az utolsó percben a vendégek Cura hármasával két pontos vezetésre tettek szert, de válaszként is érkezett egy tripla, és mivel az utolsó támadásból nem sikerült kosarat szerezni, egy pontos vereséget szenvedett a nyíregyházi együttes. Úgy gondolom, hogy nem játszottunk rosszul bizonyos szakaszában a mérkőzésnek, de meg kell tanulnunk, sokszor elmondtam már, meg kell tanulnunk kivégezni az ellenfelet. Vezettünk 12 ponttal, és a biztos vezetés birtokában mi nem megsokszorozott erővel folytatjuk tovább a mérkőzést, hanem egy picit megnyugszunk, picit hátrébb állunk, adunk lehetőséget az ellenfélnek arra, hogy fölzárkózzon, és utána pedig a végjátékban már bármi történhet, ezért hiba az, hogy ilyenre egyáltalán lehetőséget adunk. A párharc így egy-egyre áll, a mindent eldöntő meccse szerdán rendezik Nyíregyházán. Eddig az alapszakaszban és a rájátszásban is győzött a hazai pályán szereplő együttes. A szakmai igazgató elmondta, hogy mivel lehet megnyerni a legjobb négy közé jutástól döntő összecsapást. Sokkal koncentráltabb játékkal nem lehet, hogy mindig elveszítjük a lepattanó harcot, ki kell zárni az ellenfelet, és nekünk kell megnyernünk a lepattanót. Ha megnyerjük, akkor nem lehet, hogy az ellenfél tudjon nyerni. Tudom, hogy nehéz, pontosan azért, mert egy kicsit meglepő váltásos védekezést csinál a Vasas folyamatosan mérkőzésről mérkőzésre, és nagyon nehéz megtalálni, hogy ki kinek az embere, és ugye a kizárásnál sokkal könnyebb, ha mindenki tudja, hogy ki a saját embere, de ilyen nincsen, szabad embert látunk, menni kell, ki kell zárni, és bizonyos szabályok felborulnak már ilyenkor, de egy kérdés, ott kell lenni, és ki kell zárni, ennyi. A Nyíregyháza Blue Sharks Vasas mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót.